Rég volt a műtétem, ez mondhatom, hogy az életem legmélyebb pontja, hogyha nem számítom a apámnak a halálát. Nagyon nehéz volt, előtte-utána időszak, azt nem kívánnám senkinek. Dusev Janics Natasával sok minden történt az elmúlt időszakban. Gerinc műtéten esett át, így kihagyta a 2014-es versenyévadot. Közben férje egy kiváló lehetőséget kapott, és a mexikói kajak csapat edzőposztját bízták rá. Így a kihagyás Natasának és kislányának egy mexikói lehetőséget hozott. Ekkor az olimpikon úgy döntött, hogy egyre javuló gerincével saját költségén odakint kezdi meg a felkészülést a válogató versenyekre. Egy nagyon jó lehetőséget kapott a férjem, mint mexikói kajakenu csapat válogatott edzője. Utána láttak, hogy nagyon jól dolgozik, kinevezték szövetségi kapitánynak, és tehát ő felel az egész csapatnak a teljesítményért. Natasa egy év kihagyás után újból formában van. Óvatosan edz, de a súlyzózás megteszi a hatását, és újra több számban is a csúcsra törhet. Olyan szinten vagyok, mondhatom, hogy már visszaszereztem a régi formámat. Súlyzózni nagy súlyokkal nem mertem, megmondom őszintén, de azért 60-70-80 az olyan kilókkal dolgoztam, de többet nem nagyon mertem, csak például fekvenyomásban azért 100-110-be próbálkoztam. Tízen is állóképességem nőtt, jól megy a 2000 táv, 500-200, 1000-rel nem nagyon foglalkoztam, mert nem is fogok indulni idén 1000 méteren. A gerincműtét nyomait mutatja a kajakozó, amikor bevállalta, tudta, hosszú rehabilitáció vár rá. Tényleg az elején ugye mondták, hogy a gerincem azért nem lesz úgy teljesen síkba, de már nem érzem görbének, mert nagyon sokat csináltam gyógytornást gyakorlatokat, úgyhogy megerősítettem nagyon a hátizmaimat, meg hasizmomat. Én szerintem nagyon sokat hibáztam az, hogy ugye terhesség után nem csináltam semmi hasi dolgot, és azután, hozzászoktam, és akkor sem használtam annyira. Időközben egy új hajót is kapott az egyesületétől. A drága szerkezetet külön engedéllyel gyártották le, csak neki Németországban. Igazából nagyon nehéz volt beszerezni, mert egy ismerősöm, aki katonaiként tárgyalt a németekkel, és az sem volt elég, hanem ugye a cég, aki gyártja, az külön engedélyt kellett kérni a német kajakenu szövetségtől. Úgyhogy megkapták az engedélyt, és gyártottak nekem is hajót. Nagyon tetszik. Lehet látni, hogy nagyon szép keskeny az eleje. Az nagyon tetszik. És az alja viszont lapos. A jó étvágyal keményen készülő Janics Natasa tehát újra feltűnik ősszel a vízen, és remélhetőleg újból csodát láthatunk majd tőle.